Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket. Én Varga Eszter vagyok. Ezzel a videóval most szeretnélek közelebb hívni bennetek a Karmajoga Start konzultációhoz, melynek a célja valójában az lenne, hogy egy magasabb tudatszintre kapcsoljatok önmagatokkal kapcsolatban, és nyilván a környezetetekkel kapcsolatban. Ugye a kártya, amit itt most látok, arra ösztönöz és arra bíztat, hogy táncolj az élettel, tégy valamit, ami megváltoztatja az energiádat. Tehát pontosan erről szól a Karma Yoga Start konzultáció, hiszen körülbelül 2-2,5-3 órát vagyunk együtt ezen a konzultáción, és először a kínai asztrológia szerint elemzem a képletedet, összehasonlítom azzal, akivel konfliktusod van, nehézséged van az életedben, és felemellek magas szintre azáltal, hogy elmondom neked, milyen az, amikor a veled született képességeket, energiákat magas szinten éled meg. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy mindannyiunkban különböző energiák vannak, és ezeket az energiákat meg tudjuk élni magas szinten és alacsony szinten. Nem kell megijedni, mert mindannyian átmegyünk az alacsony és a magas szint megélésén is, és ez valahol törvényszerű, hiszen az a cél, hogy megismerjük azt, amit mi jónak gondolunk, illetve rossznak gondolunk, de az igazság az, hogy tapasztalni vagyunk itt a Földön, és nincs jó vagy rossz, hanem egyszerűen csak haladunk a saját önismereti utunkon. És nyilván, aki tudatos, aki tudja, hogy mikor éli meg azokat az energiákat, amik benne vannak magas szinten, az sokkal gyorsabban halad, sokkal előbb lesz harmonikus élete, és ezáltal emelkedő életet fog tudni élni. Ami még nagyon fontos, hogy a konzultáció alkalmával nem csak elméleti tudást kapsz, nagyon sok aha élménnyel, és egy rálátást önmagadra egy sokkal magasabb szintre, hanem gyakran a környezetet is megmutatom neked abból a szempontból, hogy ha nem a saját karmás szemüvegeden keresztül nézed a párodat, a szüleidet, a testvéredet, hanem úgy, ahogy ők valójában vannak, akkor sokkal távolabbról rálátsz arra, akik ők valójában. Tehát magyarul a te életed fog könnyebbé válni, megértőbbé válsz velük kapcsolatban, és a körkörös mozgás helyett egyszerűen emelkedni fogsz, és sokkal könnyebben fogod venni a nehézségeket is. Az információ átadás után pedig a karma oldás következik, ugyanis nyilván valami problémával érkezel hozzám, valami olyan élethelyzeted van, amiben elakadást tapasztalsz, és nem jutsz egyedül tovább. Az információk mentén ugye eljuthatsz abba a térbe, ahol magasabbról látod önmagad, a karma oldásnál pedig a tudattalan elmédből tárjuk föl azokat az információkat, amik akadályoznak abban, hogy te tovább tudjál haladni az életedben, és harmónia felé vezető úton járjál. Na most egy karmaoldás az úgy történik, hogy egy meditációt indítok el, tehát a meditációnak a lényege az, hogy a te agyműködésed lelassuljon, és egy delta tudatállapotba kerüljél. Ez nem hipnózis, ez nem egy semmiféle külső ráhatás nincsen. Egyszerűen az történik, hogy az agyhullámaid lelassulnak, azáltal, hogy én elindítom ezt a meditációt, azáltal, hogy én olyan energiatérbe teszlek bele, ami biztonságot jelent számodra. És ebben a térben mi kommunikálunk, tehát abszolút interaktív lesz köztünk a kapcsolat, és a delta agyhullámban képes leszel arra, hogy különböző képeket, érzéseket érzékeljél a tudattalan elmédben lévő információkból. Természetesen én segítem a folyamatodat, és hogyha nem érzékelsz semmit, mert még a kritikus elméd nem enged le a tudattalan tartományban, én akkor is segítem neked feltárni azokat az információkat, amik ott vannak. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen tudattalan, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy tudattalan működést tárunk föl, ami a tudatos elmédben jelenleg nincsen benne. Abban a pillanatban, mihelyt tudod, hogy mi az, ami tudattalanul akadályoz, már tudsz helyes döntéseket hozni,
Tehát azzal az információval, amit a konzultáció elején átadok a részedre, és azzal a tudattalan programnak a megismerésével, amit fel tudunk tárni a konzultáción, olyan döntéseket fogsz tudni, amivel már nem hibázol, amivel már tovább tudsz menni. Egy konzultáció, vagy maga az az információ nem fogja megoldani az életedet, nem fogja megváltoztatni az életedet. Ami meg fogja változtatni, az az, hogy innentől már helyes cselekedeteket teszel, olyan cselekedeteket, amikkel célt érsz, mert akarod, mert szeretnéd a változást, és nyilván azért jössz el hozzám, hogy megismerd a tudattalan működésedet, és megismerd azokat az energiákat, amik ott vannak benned. Célod, hogy olyan dolgokat tegyél, amivel megváltozik az energiád, amivel kvázi táncolni tudsz az élettel, és nem akadálynak fogod föl az életed. Én szívből kívánom mindenkinek azt, hogy tapasztalja meg, milyen az, amikor megismeri a tudattalan programját, vagy programjait, ugyanis aki kész van arra, hogy egyedül feltárja ezeket, annak a tudatosság tudománya workshopjaimat ajánlom. Akinek viszont segítségre van szüksége, annak pedig az egyéni konzultációt ajánlom, és ezzel a tudással, amit ebben a 2-3 órában kapsz, és feltárunk a tudattalan elmédből, új energiamezőbe kerülsz, hiszen energetikailag is létrehozzuk a változást, úgyhogy rajtad múlik, hogy fogsz-e ezen túl táncolni az élettel, hogy szeretnéd-e a változást, hogy elhiszed magadról, hogy csodálatos teremtménye vagy a Jóistennek, és hogy olyan energiák vannak benned, amit hogyha magas szinten megélsz, akkor csodákat tudsz teremteni magad köré. Mindenkit szívből várok konzultációimra, és kívánom, hogy tudjatok ti is táncolni az élettel, ki tudjátok bontani azt a csodálatos lényt, akik vagytok, mert hát ezért vagyunk itt a Földön, hogy a bőséget megtapasztaljuk, és a bőséghez hozzátartozik az, hogy azt érezzük, azt gondoljuk magunkról, hogy értékesek vagyunk, szerethetőek vagyunk, és azt kívánom, hogy ne is álljatok meg addig, amíg ezt nem érzitek. Minden jót kívánok nektek. Sziasztok!